A tájház hagyományos őszi rendezvénye a Tök jó nap, amely annó a töklámpások közös kifaragását célozta meg. Ám az alkotóműhelyben tevékenykedők minden évben valami plusszal rukkolnak elő. Az idén Sasvári Zoltánt és feleségét köszöntötte Schweitzer Edina, akik a Bogárháton című projekt keretében a Bogaras bácsi és a Katica Bogár szerepébe bújtak. A projekt célja, hogy szórakoztatva hozza közelebb a rovarok, és közvetve valamennyi állat és növény egyéb természeti kincseink világát az emberekhez, vagyis hozzánk. Ki bújik az avar alá, hangzott el a kérdés, amely csupán az első volt a sorban. Miért jöttünk most el hozzátok? Milyen nap volt a múlt héten? Az állatok világnapja, ugye? Az igen. Állatok világnapja. Miért fontos ez? Vajon? Mert kell vigyázni az állatokra? Igen. Kire szoktunk vigyázni? Ha azt mondjuk, hogy állatvédelem, eszünkbe jut a delfin, a medvék, a madarak, a bogarak eszünkbe jutnak? Katica, neked eszedbe jut, mert te is egy bogárka vagy. Én felköszöntöttem magam. Felköszöntetted magad? Igen. Na, én megmutatom nektek, hogy miért kell vigyázni a bogarakra. Láttok itt egy nagy tortát, ugye? Föl van szeletelve. Minden szelet egy-egy állatcsoport. Ez a sok-sok szelet, ez mind a bogár. Ez a halacska, ezek a medvék, ezek a tevék, ezek a nem tudom mik. Ha ez a sok bogár így eltűnne, akkor mi lenne a többivel? Na, ők is eltűnének 5 percen belül kb. Mi is. Bogaras bácsi és Katica az állatok téli felkészülését mutatta be, amint látható, rendkívül szórakoztató módon. A madárvonulás, a süni elbújása épp úgy helyet kapott az előadásban, mint a denevérek barlangba költözése és a rovarpeték letakarása. Az előadás mesőszerűen bemutatta, mi minden történik az állatvilágban az ősz beálltával. Mindezt teszik úgy, hogy a nézőtéren helyet foglalók is aktív részesei a történetnek. Szórakozás, kacagás és észrevétlenül szerzett sok új ismeret a rovarvilágról és környezetünkről. És emőkét is megismerték a gyerekek. De emőke egy koronás levéllábú sáska. Nézd meg! Hát ez nagy, kövér, jó nagy feneke van, püskék vannak rajta, és amikor megijesztik, akkor így a fenekét föl szokta pöndöríteni, mint egy skorpió, valóban, jó mondtad előtt. Ausztráliában lakik. A bemutató végeztével a gyerekek további kérdésekkel bombázták Bogaras bácsit, és újra szerették volna látni az egyes rovarokat. A Szőgyi Jövője Közalapítvány és az önkormányzat által támogatott tartalmas és új ismereteket biztosító délután tökfaragással folytatódott, amelyet Lackó Magdolna és idősebb Schweitzer Imre biztosított. A gyerekek alkotás közben helyben sült tököt majszoltak. Az alkotóműhely 5 foglalkozással készült. Cserge Beáta, Forró Éva, Sárai Melinda, Baracska Árpád és Menyhárd Zsolt az őszi terményeket felhasználva inspirálták a gyerekeket egy kis alkotásra.